Sziasztok! A mai videóban egy egyszerű és nyugis esti rutin videót hoztam el nektek. Megmutatom, hogy nálunk hogyan telik az este a két hörcsöggel, miket szoktunk csinálni, illetve miket esznek a mai napon. Hogyha érdekel titeket, akkor gyertek és tartsatok velünk! Általában a hörcsögeim 8 után szoktak felkelni este. Mai napon tettem be nekik friss lenmagot, egyből rá is csapott nudli, illetve Lulu is nem sokára rácsap. Nagyon imádják, ez a kedvencük. Mai napon Nudli volt az első, aki felébredt, aztán miután foglalkoztam vele egy kicsit, észrevettem, hogy Lulu is már kel fel. Még egészen álmos mind a kettő hörcsög, de elég hamar megébrednek. Sikerült Lulunál elcsípnem az ébredés utáni első pillanatot, nagyon vicces a feje. Nudli már azt gondolta, hogy megkapta a vacsoráját, de ez még a megmaradt mag, ami tegnapról megmaradt és nem evett meg. De azért így is talált benne néhány falatot, bár még csak ezután következett a kajájuknak a feltöltése. Megmutatom nektek, hogy ilyenkor este hogyan szokott kinézni a hörcsögöknek a helye. Ilyenkor szoktam kitakarítani, amikor szükséges, kiszedni a pisit, kakit, illetve az elhasznált növényeket, amikről már megették a magukat. Lulunak 3 kamrás háza van, ilyenkor mindig őrzi, nehogy véletlen kiszedjem a kakit belőle, itt pedig neki is új lenmagot tettem be, ami valószínűleg 2 nap alatt el is fog fogyni. Aztán a hörcsögöt arrébb kellett essékelnem, hogy ki tudjam takarítani a helyecskéjét, mivel elég sok minden volt már itt. Ezt nagyon utálja, mivel egy helyre jár sajnos vécézni is, illetve a raktárja is egy helyen van, úgyhogy ilyenkor mindig a raktárt is egy kicsit meg kell bolygatnom, de muszáj kitakarítani. Szerencsére mind a két hörcsögöm nagyon szelíd lett, úgyhogy meg lehet őket fogni, meg lehet őket simogatni, és várják is a foglalkozást. Először általában a homokot szoktam megnézni, hogy van-e benne pisi. Ahogy láthatjátok, van benne, úgyhogy ezt ki is fogom önteni, és frisset fogok beletenni. Ezután pedig egy kisebb lapáttal szoktam kiszedni a koszos, piszkos részeket, és általában mindig rakok friss forgácsot erre a helyre, hogy ne fogjon el olyan túl hamar. Van a házikójában egy kis tányér, azt is kiszoktam üríteni, és friss magokat teszek be neki. Természetesen a víz kicserélése sem maradhat el. Időközben már Nudli is megnézte a friss homokot, és el is kezdett benne ásni. Amit a korábbi videóban mutattam, krokodil már csak ilyen kicsi, folyamatosan rágcsálják, és nagyon szeretik. Ezután következett a porszívózás része, hiszen mindig rengeteg forgács, illetve növénydarab kiszokott jönni ilyenkor este.
Többen kérdeztétek, hogy ki szoktam-e venni a hörcsögöket, mindig ki szoktuk venni. Általában egy negyed órára vagy 10 percre szoktak kijönni, és ez elég nekik. Most éppen az ágyba fognak játszani egy kicsit, illetve nézegetni. Pár napja már ide szoktam őket kitenni, és imádják felfedezni a helyet. Először mindig egy kicsit be vannak tojva, és utána viszont nagyon be tudnak indulni, amiről már videót készíteni is baromi nehéz, nehogy elszaladjanak. Lehet, hogy felmerül bennetek a kérdés, hogy nem-e pisilnek vagy kakilnak ide. Szerencsére ők, amikor kijönnek, sosem pisilnek, illetve kakilnak, úgyhogy nyugodtan ki tudom őket tenni az ágyra, mivel nagyon tiszták. Közben jöhet a másik hörcsög Lulu is, mindig ebben a dobozban szoktam őket áthozni, mivel így biztonságos. Teljesen más egyébként a két hörcsögnek a személyisége. Lulu általában mindig lefagy és csak néz, amikor valamitől egy kicsit megijed. Nudli az pedig megy, mint a homály folyamatosan, és be van pörögve. Lulu egy kicsit lassabb hörcsög, míg Nudli sokkal gyorsabb. Méretre is egyébként Lulu egy kicsit nagyobb, illetve egy kicsit kövérebb, mint Nudli. Pedig amúgy mindkettő hörcsög nagyon sokat tud enni. Na és akkor, miután visszatettem őket a helyükre, elkezdődhet a zöldségeknek a felaprózása és odaadása a hörcsögöknek. Ez szokott az esti rutinnak az utolsó része lenni, amikor megkapják a vacsorát. Mindig igyekszek változatosan összeállítani a friss eleségüket. Evés után mindig megkezdik a kerekezést, és ez egész éjjel így szokott menni. Ez a videó viszont ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm, ha itt voltatok, ha tetszett, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!